magad. Szóval csak nagyon gondol, hújjon a pakolat. Összed minden társaság kovara. Gyere utána, hajjék a popoporolat. A Dombovári Vásártéren a Hősök nevű rap duó kiegészülve zenekarokkal adott koncertet. A formáció 2001-ben alakult, több mint 10 évig zenekar nélkül léptek fel, 2013 óta azonban már élőben játszanak. A csapat egyik tagja szerint ez változtatott valamennyit a zenéjükön, azonban a gyökereikhez a kezdetek óta ragaszkodnak. Kicsit lágyabbak a témák, de ezt azért teljesen nem mondanám. Vannak életmegfejtések, vannak kritikusabb dalok, van benne nagyon sok érzelem. És alapvetően mi mindig rappel foglalkozunk, rapzenét csinálunk, annyi, hogy mivel a zenekarunk lett, sokkal jobb így színpadra vinni, és jobban is érezzük magunkat ebbe az egészben. Mentával ugye, mint említetted, ugye 2013 végén Brass kiszállt a csapatból, azóta Mentával ketten tartjuk a frontot, de hál' Isten Anna jött közénk, és egy nagyon-nagyon új szint hozott a zenekarba. A zenekar az elmúlt 18 év dalaiból válogatott a dombovári koncertre. A csapat sikerességét mutatja, hogy mind az idősebb, mind a fiatalabb generáció magáinak érezheti a zenéjüket. A fiatalokra szeretne építeni Dombováron Pintér Szilárd fideszes polgármester jelölt és csapata is. A koncertet a Tegyünk Dombovárért csoport szervezte. Azt mondják, a fiatalok részvétele a város életében elengedhetetlen ahhoz, hogy Dombovár egy jól fejlődő város legyen. Azért szerveztük a mai estét, mert nagyon fontosak a fiatalok. Dombováron nagyon sok fiatal él, és hogyha nem teszünk értük, nem érjük el, hogy itt maradjanak, akkor el fognak menni innen Dombováról. A koncert előtt egy nyereményjáték sorsoláson vettek részt az érdeklődők. A Tegyünk Dombovárért csoport jóvoltából értékes nyereményeket sorsoltak ki a jelentkezők között.